Normál esetben ezt péntekenként szoktuk fölvenni ugye ezt a Szeged podcastet, és akkor kerül ez ki. Most is akkor kerül ki, de hogy 23-án rögzítjük, mert 24-ig így sem nagyon tudtunk mindenkit utolérni. Bizonyám. Mert hogy hát ilyenkor, főleg így, mert ugye most ez a karácsony ez úgy lesz, hogy egy indokolatlan pénteken elindul a sztori, és hétfőn már dolgozni kell. Tehát nincs egy ilyen plusz nap, szóval egy hétvége alatt az így lemegy. Most vannak, akik ugye nem dolgoznak, mert mit tudom, leállás van náluk gyárba, üzembe, vagy volt elég szabadságuk. Igen, és akkor ők nem mennek dolgozni a két ünnep közt, de hogy ez tényleg egy ilyen indokolatlan hétvégére esik most. Ez, abszolút. Ez és hát időközönként van 7-8 évente? Nem, nem tudom ezeket kiszámolni, de azt tudom, hogy bárkit felhívtunk, mindenki ajándékvásárlásban volt még, vagy abban, hogy még főz, még csinálja, még izé. Hát nem is mertük azt, hogy 24-én hívjunk bárkit is, mert hát egyébként is az hogy nem is annyira illendő, mert 24-e az tényleg abszolút az a család, meg még a készülődés, meg a stb. Tavaly ugye 25-ére esett az adás péntek, akkor azért már könnyebb volt ezt elintézni, de hát így idén azt gondoltuk, hogy akkor 23-án csütörtökön rögzítjük ezt. De a hallgatók azt tudják, hogy péntektől tudják meghallgatni. Ez berakok kalán kicsit ilyet. És hát, ahogyan tavaly is csináltuk, idén is egy karácsonyi adás, ismert szegedieket hívunk fel, azzal kapcsolatosan kérdezzük őket, hogy hogyan telik nekik a karácsony, hogyan karácsonyoznak, és hogyan telt az idei év, milyen volt nekik az idei év. A múlt évben sikerült egy olyan adást összeraknunk, ami szerintem a Szeged Podcast eddigi adásainak hát a leghosszabbika volt. Egy jó 2,5 órán keresztül beszélgettünk itt az összesen 10 vendégünkkel. Na most ezt gondoltuk, hogy idén nem terhelnénk ezzel senkit sem, mármint hogy a vendégeinket sem, hogy ekkora számba hívjuk fel őket, meg a hallgatókat se, úgyhogy ezt leredukáltuk egy 4-5 főre. 5 a terv, de van, akit már megbeszéltük, de már el is vesztettük. Hát ez a karácsony az ilyen. Úgyhogy most ezt is szépen elkezdjük, és bízunk benne, hogy mindenkit el tudunk érni, akivel ezt meg is beszéltük. Az első, akivel beszélgetni fogunk, az Nacsa Norbert, a Rádió 88 ügyvezető igazgatója. Tavaly már szerettünk volna vele beszélgetni, de tavaly ő volt az egyik, akit végül nem tudtunk elérni. Hát nyilván a családdal töltötte ő a 25-ét, és hát akkor ez nem jött össze, de most akkor ezt pótoljuk, és már hívjuk is őt, és megkérdezzük, hogy hogyan telik a karácsony. Hát én már annyi ízelítőt kaptam, hogy küldött egy fényképet a Messengeren, hogy ő pontosan mit is csinált, de majd mindjárt elmondja szerintem ezt így. Na, miközben a telefonálszint közben egy ilyen kis kellemes így berakok a jalánk. Milyen jó lesz Norbi felveszés, rögtön egy ilyen kis... Töröp, itt vagyok. Hello Norbert, kapsz ánk egy kis zenét is. Hallod ezt a csodát? Hú, de ez valami csodi. Ez nagyon jó. Nacsa Norbert, na hát épp mondtam a hallgatóknak, hogy azt már róla tudjuk, hogy nagyjából milyen helyzetben hívunk fel, mert hogy te küldtél egy képet a Messengeren. De mit is csinálsz te most éppen? Mert neked már azért elég kellemesnek tűnik így a hangulat. Hát én már abszolút ilyen szabadságomat töltöm, úgyhogy én már ilyen teljes egészében pihenésben vagyok. A kislányom készít minden évben tojáslikőt, ezt éppen már el is kezdtük kóstolgatni. Közben az új filmet nézem, ezt a Rachel-ról ilyen önéletrajzi filmet, ami zseniális, és én már ilyen teljes karácsonyban vagyok így egy nap előtte. Kicsit irigykedünk, azért maradjunk annyiban. Ugye? Ez ilyen alkoholos tolás, tojáslikőr, vagy alkoholmentes? Alkoholos, de ilyen óvatosan van benne, tehát nem sok, hanem inkább a vanília, meg a tojás. Egy 60-70, ilyesmi. Ez az Jimmy Foxos Ray Charles film? Az. Ó, hát az nekem az egyik kedvencem, sőt talán a kedvenc zenész életrajzi filmem, én nagyon szeretem azt a filmet. Az egy tökéletes választás, talán tavaly a karácsonyi filmek között lehet, hogy még említettük is, az idei Mozis Podcastben nem, de az egy ilyen karácsonyra tökéletes, de ez akkor azt is jelenti, hogy ha te már ilyeneket tudsz csinálni, hogy ilyen filmeket nézel likőrrel a kezedbe, akkor neked már minden ajándék, minden megvan, minden el van készítve, akkor te már tényleg lazulásban vagy. Abszolút. Én ezt szeretem időben elintézni, tehát nálunk például a karácsonyfát azt ilyen október körül föl szokott hívni egy Baranya megyei cég, hogy akkor idén is hozzák, és akkor mekkorát, ugyanolyat, normand, nem normand. Ők meghozzák december elején, mi általában akkor fel is állítjuk, és gyakorlatilag fel is díszítjük, és nekünk az egész december az ilyen teljes egészében az ünnepről szól. Úgyhogy én szeretem nem az utolsó pillanatra adni, és így szeretem rendesen elintézni. Idén is így tettem, úgyhogy mi már abszolút célegyenesben vagyunk.
Oké, nálatok ez hogy változott az a karácsonyi történet, mert hogy neked van már két felnőtt gyereked, meg egy kisebb. Ilyenkor mindenki nálatok ünnepel, tehát az van akkor, hogy a gyerekek, a nagyok is, akkor már hozzák barátnőt, mit tudom én, vagy ez ilyenkor külön van, vagy csak akkor ilyenkor, hogy van az nálatok? Ez változott nálunk, ugye úgy volt, hát mi is, amikor fiatalok voltunk, akkor ugye szüleimhez mentünk, aztán apukám elment, és akkor ez így teljesen megváltozott. Most mi lettünk így a család legidősebb tagja, úgyhogy hozzánk jön mindenki. Mi így szeretjük több napon keresztül, tehát ez így péntek, szombat, vasárnap lesz most idén, tehát ilyen 2-3 napon keresztül. Unokaöcsémékkel, gyerekeknek a barátaival, úgy ahogy mondod, tehát ilyen nagy körbe, 10-valahányan leszünk holnap, és így gyakorlatilag mi bráncsot szeretünk ilyenkor tartani. Ez egy hülye szó, én nem tudtam, hogy a nagy zabálást az bráncsnak hívják, de most így rájöttem, hogy elolvastam, hogy ezt úgy hívják az okosok, hogy bráncs. Ez ugye azt jelenti, hogy 10-11 óra körül egy reggelivel kezdünk, és gyakorlatilag estig eszünk itt folyamatosan, nem túlságosan sokat, hogy így ne fáradjunk el benne, hanem így gyakorlatilag így kihúzzuk, amennyire lehet az élvezeteket, és ezt 3 napra is kihúzzuk, tehát hogy ilyen 2-3 napos bráncs lesz az idei karácsony is. Az összes gyerekkel, összes mindennel, anyukám átjön, anyósom átjön, unokaöcsém még, gyerekek barátai, tehát ilyen több nap, több kör. Uh-huh. És van valami ilyen trükk, hogy ezt itt tudjátok tartani szinten, ezt a kajálást? Mert szerintem egy idő után azért az embernek így leüt a limiter, hogy mit tudom én, mennyi töltött káposzta meg beigli férbe, hogy van valamilyen szódabikarbona, vagy körbekesíteni a házat, vagy valami trükk, hogy folyamatosan tudja enni? Hú, de jó, hogy most nem rádióban beszélünk, mert így tudok terméket elhelyezni. Hát terméket helyezzél. Én nem kapok jutalékot, esküszöm, de én már egy ilyen 10-valahány éve agitálom az embereket mindig rá. Van egy ilyen nagyon régi magyar gyógyvíz, ennek az a neve, hogy Salvus. Nekünk ez így mindig segít megcsinálni, tehát hogyha savon van, arra is jó, ha valamilyen akut gyomor probléma van, arra is jó, de hogyha egyszerűen csak így túleszi magát az ember, akkor is jó. Ez egy ilyen rettenetesen rossz ízű sós borzalom. Talán ennél még rosszabbat nem is ittam soha életemben, viszont ez rendkívül hasznos. Tehát ilyen 2-3 betűt kell inni egy nap belőle, és ilyen tökéletesen helyre tesz. Fúraszerűen, hogyha nagyobb a baj, hogyha csak így hirtelen valami gond volt, akkor így gondolkodás nélkül húzóra le kell verni, és akkor az így, ez a gyógyvíz az így helyre tesz. Ez a nagy trükkünk. De ez egyszerre ilyen, egyszerre 2 decit, vagy az ilyen, mit tudom, felesenként és egész napra? Tehát egyszerre egy. Egyszerre. Én régebben azt olvastam, hogy 2 decinél nem szabad többet inni, most valami újabb leírásban azt olvastam, hogy 3 deci, és akkor így mit tudom, másfél deci reggel, másfél deci este úgy is lehet. Én általában úgy szoktam, hogy mikor egy nagyon nem jó agyamra, meg így nagyon tele vagyok, akkor így egy 2 decit így lecsapok, és akkor az így helyre rak. De mi a menüsor akkor, hogyha egész nap esztek lényegében ez a brunch, mert akkor gondolom nem csak töltött káposzta, meg beigli van, mert azt azért nem lehetne egész nap enni. Meg gondolom nem csak meg nem hallé, tehát akkor elkezdődik a reggeli, de akkor közben azért beiktattok egyéb fogásokat is. Ezek nagyjából hogy néznek ki nálatok, hogy mit esztek még a klasszikusokon kívül? Hát a reggeli az kacsazsírban sütött libamáj, az így nagyon adja, kis pirítóssal az így nagyon rendben van, ezzel kezdünk. Ebből nagyon kell vigyázni, hogy az ember ne egyen sokat, mert ebből így egyrészt nagyon drága, másrészt meg nincs belőle sok, harmadrészt meg így nem akar az ember rettenetesen bezabálni, tehát hogy az így nem jó, hogyha az így teljesen eltelít, úgyhogy abból így ilyen egy maximum 2 pirítost kell reggelire megenni, az így nagyon adja. Hát ugye délelőtt nem nagyon fogyasztunk alkoholt, ez így próbálja az ember tartani, mert állítólag akkor vagy alkoholista, hogyha már délelőtt is iszol. Azért nekünk egy kis valamilyen habzó, gyöngyöző, valami azért beszokott reggelenként is csúszni, vagy valami kis fehérebb színű bor, vagy valamilyen ilyen óvatosabb azért az lelecsúszik. És aztán nálunk lesz holnap halászlé, nálunk ilyen elég tradicionális az ünnepi kaja, ez jellemzően halászlével kezdődik, aztán van ez a halpatkó, tudjátok, amikor nem filézve van a ponty, hanem ilyen rendes patkó formában. Igen, az a klasszik szelet, nálunk az a nagy kedvenc, az egy kis majonézzel, krumplipürével. Aztán a másik nekünk ilyen tradicionális kaja az a tejszínes csirke, csirkemell, tejszínbe, sajtba így összesütve egy ilyen nagy edénybe a sütőbe. Az ilyen rettenetesen jó, az ilyen krémes, könnyűnek tűnik, tehát amikor ezt adok, ilyen rettenető könnyűnek tűnik, de hát ugye azt tudjuk, hogy a tejszín meg a sajt az így gyakorlatilag tömény zsír. Azzal is óvatosan kell bánni, hogy ne egyen az ember belőle sokat. Ezek lesznek, aztán utána szombaton ezt megfejeljük egy kis kacsamellel, az fog majd még hozzásülni. Aztán nem is emlékszem, hogy lesz-e nagyon más. Nyilván lesz beigli, lesz tiramisu, tehát ilyen még 3-4 féle desszert. Ezt úgy szoktuk, hogy ilyenkor szétdobjuk a családon belül, tehát készít anyukám készíti a töltött káposztát, az már készen is van.
anyósom süt valami édeset, az is lesz hozzá. Tehát ilyen gyakorlatilag ilyen 6-7 fogást számoltam aztán össze tegnap, és akkor ezeket fogjuk így variálni különböző sorrendben, meg különböző helyzetben, és így megpróbáljuk végenni az egész napot. Gedzó percek óta nyalogatja a száját. Ahogy ezt így mondtad, gyakorlatilag olyan szinten indult meg a nyálelválasztásom, meg így a gyomorműködésem, hogy kész vagyok. Hát ez elég jó hangzik. Igen, egyébként bullshit azt mondani, hogy nem a kaja számít. Én már így most már nem vagyok annyira nagyon fiatal, vagy legalábbis régóta vagyok fiatal, ezért így azt gondolom, hogy az sokkal fontosabb, hogy így összejön a család, és társas játékozunk, beszélgetünk, filmet nézünk, zenét hallgatunk. Tehát nekem a társasági része az nekem már mostanában már majdnem fontosabb, mint a kaja. Jó, nyilván nem mondom, hogy a kaja nem fontos, nyilván fontos, meg kell, meg készülünk fel, meg minden, de például nővéremek jönnek Pécsről vasárnap, őket is nagyon várom, régen beszéltünk unokahúgaimmal, tehát hogy így az így kerek lesz így az egész. Tehát azért is vagyunk 3 napra szétszedve, mert nem tudta, tehát akkora helyünk nincsen, hogy így mindannyian összejöjjünk, hanem ilyen tizenvalahányan leszünk pénteken, aztán kevesen szombaton, aztán megint tizenvalahányan vasárnap. Aha, turnusokba. Ja, turnusokban, és akkor szigorúan mindenféle ilyen társas játékcsatákkal. Ezt akartam kérdezni, hogy és akkor annak megvan a menete mondjuk a 24-e estének? Tehát, hogy ott az megvan, hogy vacsora, ajándékbontás, tehát megvan, hát, az forgatok? Ajándékbontás van előbb, azt mi, uh-huh. mi elé hozzuk, ugye főleg a 10 éves miatt, tehát Zsófikám az nem nehezen viselné, hogy ő neki ott végig kell ülnie. Aztán utána a vacsora, és aztán utána a társas játék. Tehát ez a uh-huh. nagyjából ez a kattantelepesei, ez megvan, ismeritek? Uh-huh. Én nem vágom. Én már hallottam róla, meg pont a napokban elém került egy üzletben, és nézegettem így a dobozát, de nem játszottam vele még soha. Vannak ilyen mindenféle kiegészítők is vannak hozzá, egy borzasztóan bonyolult stratégiai játék, amit hogyha el kellene magyaráznom, akkor szerintem nincs akkora adatrögzítőtök, amit így lehetne rögzíteni. Iszonyatos. Nekem egy picit unalmas, és a fiam imádja, meg a kisebbik lányom imádja. Ők egymást ajándékozták meg ezzel, a fiam vette a kislányomnak egy pár évvel ezelőtt, és aztán azóta ezt így játszani kell, de erre így rá kell szenni az időt. Aztán van ez a 7 csoda nevű társas játék, azt is igen szeretjük. Nálunk családi tradíció, apukám tanította az egész családot annak idején römizni, úgyhogy römi is szokott, egy kis egyszerű kártyajáték is szokott lenni, úgyhogy mi ezt így, ezeket így végig toljuk. De jó, nagyon jó, tehát tényleg így bezaválva kicsit ilyen alkoholos állapotban társasodni a családdal, tehát szerintem ez nagyjából a legjobb program. Na és hogyha oda kerültök, hogy filmet kell nézni így közösen, akkor azt kidönti el, hogy az mi legyen? Tehát ebbe megy valamilyen vitatkozás, vagy hogy van ez? Van, de általában a lányok azok mindig karácsonyi filmet akarnak nézni, és nagyjából mindig ugyanaz. Tehát, hogy igazából nem... szerelem. Hát az igazából szerelem, igen, az Action in Love az tényleg konstant. Ezt már tegnap meg akartuk nézni, mert az már így elő kellett, hogy kerüljön, de ugye tegnap még mégse, akkor ne, és akkor szerintem azt holnap fogjuk nézni. Tehát ezek az ilyen tényleg nagyon... Hál' Istennek az összes ilyen streaming oldal tele van most új karácsonyi filmekkel, és általában mindegyik bűnrossz, tehát ott már nézem az egyik bele, de ilyen, gyakorlatilag ilyen büntetés amerikai kicsparádé, de ezek közül szerintem azért 2-3-at el fogunk fogyasztani így a hétvég alatt. Tavaly számoltam össze a Netflixen, azt hiszem 27 karácsonyi filmet számoltam, és egyikről sem hallottam még életemben se, és mindegyik 2015 és 2020 között készült. Tehát 5 év termésében 27 karácsonyi film, soha egyikről sem hallottam. Tehát ezek nem az ismertek, tehát ezek lehetnek azok a bűnrossz gépcsesek. De még a színészeket sem. Semmi, tehát, persze, hogy... semmi. Én megnéztem egyet, ahol egy ilyen valami csoki gyárban ment el, a csoki gyárnak a tulajának a lánya, és az ott dolgozott, és ilyen szerelem lett belőle, meg jöttek, meg mentek, meg hullott a hó, de valami ocsmány, tehát persze. Ilyen büntetés. Tehát a Netflix amekkora mennyiségben gyártja a filmeket, hát az olyan is, tehát hogy a 10-ből mondjuk azért 7 film általában nézhetetlen, vagy legalábbis nem a legjobb minőségű filmek ezek. Na de azt azért fölmerül így bennem most így filmezés, társasjáték, stb. Meg a családdal töltött 3 nap, hogy azért elmondtuk a hallgatóknak nyilván, hogy Rádió 88 ügyvezető igazgatójaként tevékenykedsz, de hát azért szerintem elég sokan tudják, hogy te DJ-ként is dolgozol még, vagy szoktál még azért fellépni. Ilyenkor az ünnepekre egyáltalán nem válasz fellépéseket? Hát mostanában az utóbbi években nem. Nekem amikor régen így nagyon benne voltam, és heti 2-3-4-eket dolgoztam, akkor nekem volt olyan év is, hogy karácsonykor is, tehát konkrétan 24-én éjfélre mentem ki, és nyílt a hely, és akkor én ott zenéltem végig.
így ezeket én már így el tudom ereszteni. Tehát én nekem az idei céges buli is gyakorlatilag céges buli szezon is, ahol egy csomó DJ-t végignyomott, nagyon sok bulit, én azt is teljesen kihagytam. Szilvesztert végül elvállaltam, mert ahhoz volt kedvem, a Hunginak az emeletén fogok ilyen mindenféle 2000 környéki klasszikokat játszani, és ahhoz így volt kedvem. Úgyhogy ezt így elvállaltam, de hogy én így alapvetően már így nem nagyon, pláne nem karácsonykor, amikor. Tehát én annyit töltöttem, ez ugye a DJ meg a nőgyógyász közötti hasonlatot ismeritek, hogy ugye a nőgyógyász az ott dolgozik, ahol mások szórakoznak, a DJ meg akkor dolgozik, amikor mások szórakoznak, igen. És ez tényleg így van. Tehát, hogy a karácsony, a húsvét, a szilveszter, a legjobb nyári bulik, a legjobb fesztiválok, tehát hogy én azt így végigdiszpoztam az elmúlt 30 évben, köszönöm, elég volt, úgyhogy én már ezt így nem bántom. Jogos. Ezt én teljes mértékben meg tudom érteni. És igen, abszolút, tudom. És akkor a rádióval készültetek-e bármilyen különlegességre mondjuk az idei karácsonyra, vagy szoktatok-e ilyenkor készülni? Tehát mondjuk a hallgatók azok... Ezt tőlem is megkérdezheted volna. Mire számít? De hát az ilyen Norbitől autentikusabb ezt megkérdezni. Szóval, hogy mire számíthatnak a hallgatók mondjuk így karácsony, szilveszter, két ünnep között? Van-e valami különleges? Mindig ezen filózunk, hogy régebben volt, hogy ilyen komplett karácsonyi műsort készítettünk, ahol volt kollégám, aki még énekelt is, meg így verseket mondtuk, meg mindenféle. Aztán rájöttünk, hogy valószínűleg a legjobb és a leghiányfótóbb az az, hogyha töménytelen karácsonyi zenét játszunk mindenféle duma nélkül. Úgyhogy a kollégáknak lesznek jó kívánságai a műsor elején, holnap délután 4-től, és aztán gyakorlatilag éjfélig csak karácsonyi zenét tolunk. És szerintem ez így van jól, tehát hogyha ha így azt kell nézegetni, hogy mondjuk nem tudom, illetve nagyjából tudom, hogy a hallgatóinknak azért kis része az, aki Spotify meg egyéb előfizetésekkel bír, pláne olyat, amiben nincsen reklám, tehát hogy mondjuk premium YouTube-bal, de jó, hogy lehet ilyen termékeket kimondani, ez nagyon furcsa nekem. Tehát, hogy így ezeket a dolgokkal azért tudom, hogy a lakosságnak azért elég kis százaléka él vele, és ott ugye azért kőkeményen beleordibálnak a reklámok az arcodba. Na most a rádió műsor az nem. Tehát ott szólnak a zenék, csönd van, nyugalom van, béke van, és játszunk a karácsonyi zenéket, ez a terv. Tehát ezzel készülünk. Aztán szilveszter az meg nyilván bulik, ott összeszedjük a DJ-nek a legjobb mixeit az évből, és csapatjuk reggelig. Tehát, hogyha bárki házi buliba jön, megy, akár kocsiba, taxiba, akár ott a buliba is, ahhoz adunk háttérzenét. Úgyhogy ezekkel készülünk az ünnepekre. No, hát szuper, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk, is itt voltál, és akkor engedünk is, igen, engedünk is, hogy végignézd a Ray című filmet, mert az tényleg egy tök jó film, és akkor hát kellemes likőrözgetést hozzá még, és akkor boldog karácsonyt kívánunk neked is, az egész családnak. Köszönöm, átadom nektek is. Képzeljétek el, hogy annyit készített a lányom, hogy elfogytak az üvegek, tehát most ilyen edényekben vannak benne a tojásfűtőlük, úgyhogy rengeteget kell belőle inni, mert nem tudjuk hova tenni. Az lesz a jó majd, amikor már merőkanállal. Igen. A merőkanállal öntjük a pohárba, igen, most ebben vagyunk. Igen, igen. Ebben vagyunk. Na, boldog karácsony tényleg, köszönjük, hogy itt voltál. Boldog karácsony nektek is. Hello, ciao. Na kérdezzük, hát így. Így kell csinálni. Így. Tehát az mondjuk, hogy valaki 23. Őszinte leszek, nem tudom, hogy tojás tükörülményt lehet meginni. Tehát ez nekem nem egy ilyen gejc utca. Lehet, hogy valamikor még kölök koromban próbáltam egyszer de. Ilyen. A világ legaljasabb itala az összes ilyen, mi a Bélis, hát meg ezért. Nekem volt olyan barátnőm, aki leült egyszer egy családi eseményen, és elkezdett béliszezgetni, és tudod, így, tök jó, de ugyanakkor viszki az alapja. És megívott bele, mit tudom én mennyi, de sokat. Tehát azt úgy tudod inni, mert hát az gyakorlatilag ilyen édes, ilyen semmi, nem is erős. Meg semmi, és rá, ő nem is laktózérzékeny, mint én, tehát ő simán itt ezt a teljes színes izét, és akkor egyszer csak így, amikor felállt. Csak megérkezett. Nem, amikor felállt, akkor mondta, hogy húha, azt elkezdtem szédülni. De figyelj, már most nézem, hogy te megittál lényegében egy üveg Bélis, tehát ne lepődjél meg rajta. Másnap volt rosszul, és nem azért, mert hogy másnaposság vagy, és mi nem a gyomorom. Hát tehát attól a mennyiségű teljesen ezt tudsz, hogyha nem vagy laktózmentes, vagy laktózérzékeny, akkor is igen. No, hát megyünk tovább, és közben jó hír, hogy az elveszett bárány is előkerült, úgyhogy az a vendégünk, akit nem tudtuk elérni, ő is megvan, úgyhogy meg leszünk szerintem mind az 50. Megyünk is tovább, és a következő vendégünk lesz Sárosi Laura. Tollaslabdázó, 21-szeres országos bajnok. Őt fogjuk felhívni, már csak azért is, mert hogy azon túlmenően, hogy vele is nyilván karácsonyról fogunk beszélgetni, őt szerettük volna elérni annak idején, biztos emlékeznek rá, hallgatók így nyár vége felé, vagy az olimpia idején, mi azért beszélgettünk a szegedi olimpikonokkal, és őt nem tudtuk elérni, ő volt az, aki... Pont reptéren. Igen, akkor felhívtam, akkor már repülőtéren volt, és éppen szállt van fel repülőgépre, hogy mondta, hogy ez már nem fog menni, de most akkor beszélgetünk vele, és már hívjuk is őt, és hát meglátjuk, hogy
Mire emlékszik még az olimpiából? Mindenki alá rakja ki ilyen zenét, szerinted? Nem tudom. Ez csak így a... Sziasztok! Hello! Sárosi Laura! Hello! Igen. Közben csinál tapsot is, meg mindenféle. Gedzó mindennel készültek. Polipkarú Gedzó. Tapsal, zenével, mindennel, és én közben meg elmondtam a hallgatóknak, hogy már csak azért is beszélgetünk veled ebben az adásban a karácsonyi élmények, meg a karácsonyi készülődésen túl, mert hogy amikor a szegedi olimpikonokkal beszélgettünk nyáron, akkor téged nem tudtunk elérni, hiszen a reptéren sikerült utolérni annak idején, és hát akkor már így nem volt lehetőség erre, hogy beszélgessünk. Rá fogunk térni majd az olimpiára is, de azért előtte hadd kérdezzem meg, te most így milyen állapotban várod a karácsonyt? Még éppen ajándékcsomagolás, vagy ajándékvásárlás zajlik, vagy főzés, vagy te teljesen elengedted ezt az egészet, szóval te most így éppen hol tartasz? Hát most már úgy érzem, hogy megvan minden, úgyhogy még talán az ajándékcsomagolás az még hátra van, de az ajándékok maguk megvannak, meg a fát is feldíszítettük, úgyhogy úgy érzem, hogy én már csak várom a holnapot. Na, hát csak a Jézuskát várom. A második vendégünk, aki ezt mondja, hogy lényegében szinte mindennek készen van, úgyhogy ez már ilyen egészen jó. Rohadt irigy vagyok. Igen, egészen jó példa az. Ezt én sose tudom hozni. Tényleg, tehát én tudom már magamról, hogy én hónap délelőtt még valamit fogok csinálni. Valami boltba. Rohansz valami üzletbe. Tök indokolatlan valami hülyeséget. Igen. Okay. Igen. Szóval akkor te elég jól állsz ezek szerint. De szerencsére főzni nem nekem kell azért. Nagy család lesz, akkor én csak vendég vagyok, úgyhogy így azért szerencsém mondhatni. Na akkor azt, ha már itt adtunk, akkor áruld el, hogy ez nálatok hogy néz ki, hogy akkor egy ilyen nagy családi banzáj lesz, és akkor csak menni kell, igen. És csak enni kell. Igen, úgyhogy 12-en vagyunk körülbelül, és hát ugye kaja pia, és akkor utána pedig aktivitizünk. Na, ezt akartam kérdezni, hogy... Aha, hogy akkor ez a menet. Tök jó, hogy és akkor igen, lehet társasodni. Uh-huh. Hogy van a menet, hogy először van ajándékátadás, vacsora és utána activity, vagy mi a sorrend? Hát miután már nincsenek kisgyerekek, most már így nem az van, ugye, hogy akkor rögtön ajándékozzunk, mert hogy ugye várják, hanem most először eszünk, beszélgetünk, és akkor utána jön ez által, amikor mindenki próbál énekelni, mert persze megpróbáljuk, hogy nem annyira jó, és akkor így ezután van az ajándékozás. Az igen. Nálunk ez mindig elmaradt, tehát hogy ez a... Az éneklés? Igen, tehát hogy mi tiszta voltunk, én már gyerekkoromban is... Önkritikát gyakoroltuk. Igen, tehát hogy az van, hogy tudtuk azt, hogy kis karácsony elindul, és már a karácsony inkább végén inkább, tehát inkább engedjük el valami más. Kezd dőlni a fa. Tök mindegy, mit, valamit kapcsoljunk be, ami szól, de nem énekeljünk. Úgyhogy mi ezt annak idején már elengedtük jó régen. De akkor nálatok azért működik, tehát rápróbáltuk. Minden tehát, évben megpróbáljuk amúgy, igen, persze. Na, de hát hogyha megy, akkor de nem magunktól, tehát hogy betettünk egy zenét, és akkor úgy azzal együtt, tehát nem... Ha igen, ezért van aláfestés, van, és ha valaki nagyon hamis, akkor egyszerűen csak elhallgat, és akkor megy a háttérre. Na, ez tök jó. Egyébként az, hogy te így minden el vagy már készül, vagy a karácsonyra, hogy ilyen szépen fogalmazzak, az annak tudható be, hogy te egyébként is ez a típus vagy, aki jó előre elkészít mindent, vagy ez most idén jött így össze, vagy hogy van ez nálad? Hát szeretek, igen, előre tervezni, meg ugye azt, hogy rendszer van az életemben, ezt ugye sportolóként már nagyon korán megtanultam. Nem szeretem halogatni a dolgokat, mert már rájöttem arra, hogy volt olyan karácsony, amikor tényleg nekem is valamit 23-án, 24-én kellett beszereznem, és egy hát tumultus, oké, de azt, hogy most már nincs is, tehát akkor már be se tudod szeretni. Ja, így van, persze. De már minden, már nem tudom, októberről megveszik a karácsony. Na, szóval és akkor már csomószor nem jut. Úgyhogy ezért inkább előre. Igen, hát ez mondjuk tipikus. Én most így Mikulás idején jártam úgy, hogy a világ legegyszerűbb dolgát, Mikulás csomagot, mármint csak magát azt a nejlon csomagot akartam megvásárolni, hogy az unoka húgomnak, aki egy 4 éves kislány, feltétlenül egy rendes Mikulás csomagba tudjam tenni. Reméljük, hogy ezt nem hallja. Igen, ezt nem. És nem sikerült. Jó. Tehát nem sikerült, de nem hogy december 6-án, hanem már 3-a, 4-e, 5-én mindenhol azt mondták, már rég elfogyott, sehol nincsen. Aztán végül sikerült ilyen 1000 forintért darabját megvásárolni. Tehát egy jó volt. Van ez a pénz, igen, amikor be tudod szeretni. Igen, hát, örültem neki, amikor utána mondták mások, hogy 20 forintért sikerült megvásárolni nekik. Ez ilyen. Hogy föl kell erre előre készülni, de akkor ebbe te jó vagy. Na most egyébként, ha már így karácsony, akkor ez nyilván az év vége, ez minden sportolónak is azért egy kicsit szerintem az ilyen leállás, megnyugvás, évre való visszatekintés időszaka. Nem gondolom, ez nálatok is így működik.
Az idei év azért biztosan, hogy azért az emlékeidbe hosszú ideig meg fog maradni, hiszen az olimpia miatt biztosan emlékezetes. Te neked hogy élted meg az idei évet? Hogyan zajlott sportolóként? És hát ugye tudjuk, hogy te bejelentetted a visszavonulásodat. Igen. Erre a döntésre hogyan jutottál? Szóval hogyan zajlott így a sport életed ebben az évben? Hát szerintem nekem ez a visszatekintés, ez már ugye megtörtént, amikor én másfél hónapja bejelentettem, hogy visszavonulok. Akkor én nem csak az idei évemet néztem meg, hanem tényleg azt az elmúlt 20-22 évet, amikor tollasoztam. Nem tudok hirtelen tudni, mit mondani, hogy mi az, amit adott, mi az, amit elvett, mi az, amire büszke vagyok. Tehát, hogy így azt mondanám, hogy így az egész út, az így egy maga azokkal a fent lentekkel, azokkal az emberekkel, akiket megismertem, akik segítettek ugye ezen az úton, hogy így azt értem, hogy mind hozzátettek ahhoz, hogy ilyen ember legyek, azt, hogy itt tartsak most, tehát, hogy az a család is ugye segített, meg a barátok, ugye ezt is értem a visszavonulásnál, hogy így nélkülük, meg egy csapat nélkül, ugye ez elképzelhetetlen lett volna. Tehát, hogy én inkább arra gondoltam vissza, hogy tényleg ezt bármilyen egy ilyen célkitűzésben ezt egyedül nem lehet elérni. És ez nem csak a sportban, hanem bármiben is. Ugye szükség van arra a háttérországra. Hogy ott legyenek. És magát a döntést azt nehéz volt meghozni? Hát én ezt úgy, már tudtam nagy részt, hogy az olimpia után én abba hagyom, de meghozni a döntést, igen, az egy hónapok volt, és nem tudom, hogy miért nem tudtam kimondani. Talán a sérülés miatt, ugye, amit a Tokió olimpián szereztem, hogy az így hátráltatta ezt, de azt hittem, hogy könnyebb lesz, mert én mindig azt mondtam, hogy abba hagyom, és akkor az átmenet az nem lesz probléma, mert tudom, hogy nagyon sok ilyen sportolónál, ugye, van ugye ez a depresszió, a rossz kedv, hogy akkor ezt csináltam eddig egész életemben, akkor hogyan tovább, akkor tudod, egy ilyen buborékban éltünk, és erre én ezt, amikor mondták nekem, amikor sportoló voltam, én ezt akkor én nem fogtam fel, mert azt mondtam, hogy dehogy buborék, hát nekem ez a normális. Tehát, hogy így, akkor ezt nem éreztem, viszont most, hogy most értem azt, hogy ez egy más világ volt teljesen. Uh-huh. Ami nem feltétlenül rossz, tehát nem rossz, csak más a megszokottól. És akkor miközben te erre a döntés felé így már haladtál, akkor közben gondolom, már megvoltak a terveid a jövőre nézve. Tehát már megvan azért körülbelül, hogy hát ez nehéz amúgy szerintem. Tehát, hogy mellette én nem dolgoztam, ugye az élsport mellett, tehát szerencsésnek mondhatom magamat, hogy volt egy olyan szponzorom és egy csapatom, akik ugye végig támogattak. Viszont én elvégeztem egyetemet, tehát tudtam, hogyha abban vagyom a sportot, akkor mindenképpen van mihez nyúlnom. És ez jól is jött ki, mert már nem is tudom, pár hónap átmenet után találtam is munkát, úgyhogy ettől valamilyen, először nem tartottam, utána pedig bennem volt, hogy hát ez nem annyira könnyű tényleg ez a munkakeresés, főleg úgy, hogy ott vagyok ugye 29 évesen, soha nem dolgoztam, soha nem voltam állásinterjún. Oké, van egy papírom, de mondjuk azt 23-4-5 évesen szereztem, nem gyakoroltam soha. Tehát, hogy azért ott voltam, hogy akkor én mit is szeretnék, tehát, hogy azt se tudtam hirtelen egy más világba belecsöppenni. Úgyhogy ez egy picit nehéz volt nekem ez a váltás, de amint megtudtam, hogy mi lesz is, és hova megyek, onnantól meg úgy minden kitisztult, és elsimultak a dolgok. És ugye jól értem, akkor most már egy ideje van a sporton túl, vagy a sport után civil állásod, és most már ebben tevékenykedsz, ami, hogyha szinte jól értem, akkor az életed első állása. Úgy, ha így mondjuk, akkor igen, életem első állása, egy hete dolgozom. Wow. És így a sporthoz kapcsolódik, a sportért felelős államtitkárságon dolgozom. Úgyhogy civil állás, de a sporttal kapcsolatos. Úgyhogy mindenképpen ilyen helyre szerettem volna menni. Uh-huh. És akkor tollaslabda, valami utánpótlás edző, vagy valami ilyesmi is? Nem, én azt érzem, hogy nagyon sok évet eltöltöttem ugye a teremben, és ugye edzések általában délután, meg a versenyek ugye hétvégenként vannak, és én most azt érzem, hogy tényleg a munka mellett szeretnék sportolni, meg sportolok is, de azt érzem, hogy én most azt a szabadidőt, ami van, ugye tényleg így 8-9 óra munka után azért más, főleg egy ilyen ülő munka után, amire el szeretném ezt tölteni,
És így ez most nem a tollas fele van. A sport fele mindenképpen, mert tényleg megpróbálok minden nap edzeni, nem mindig jön össze. Nem is értettem eddig az emberek, miért nem tudnak minden nap edzeni. Csak aztán igen, jön a bevásárlás, jön. Tehát, hogy ez úgy, de nagyon sok minden van, a takarítás, ide menni, oda menni, ezt intézni. És akkor így, amikor van időm, akkor edzek, de próbálok nem rá stresszelni erre, hogy ú, nekem el kell mennem edzeni, meg edzenem kell. Tehát ez a sportrokban azért szerintem ez benne van, ez a megszokás, vagy ez a megszokott érzés. A tokiói olimpiára még egy picit visszakanyarodva, ugye neked, ahogy említetted is, már ott egy sérülést szereztél, emiatt akár gondolhatná azt az ember, hogy nem jó emlékekkel jöttél haza, vagy nem jól alakult ez neked, talán gondolhatja ezt így a laikus, de mennyire van ez esetleg így, vagy ha nem így van, akkor hogyan van? Szóval te hogyan élted meg a tokiói olimpiát, milyen volt ez neked? Hát azért rányomta a bélyeget erre, tehát hogy a sérülésem, volt bennem egy tüske, de abból a szempontból, hogy mi lehetett volna, ha. De ezen is dolgoztam nagyon sokat, és próbáltam elengedni, és valamiért hiszek ebben, hogy ennek így kellett alakulnia, nem tudom, hogy miért, de elfogadom, és elfogadtam. És amit mondtál, hogy attól függetlenül nagyon pozitív élményekkel tértem haza. Tehát, hogy mindenki azt mondta, hogy az első olimpia, tehát az olimpikonok azt mondták nekem, hogy az első olimpia az mindig ilyen, nem tudod úgy élvezni, meg elvisz. Tehát, hogy az érzed, a stressz, a feszültség, az adrenalin, a boldogság, az, hogy teljesíteni kell. Tehát, hogy így ez a minden így egyben van, és magát az olimpiát már nem élvezed annyira. Viszont a másodikat már ugye ezeket már levetkőzöd magadról, vagy nincsen benned az a feszültség. És én azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy nézők nélkül volt, ami nyilván nem annyira ideális, de a magyar csapat szerintem emiatt ugye nem adhattuk el a falut, így sokkal jobban összetartott. Így bent ugye a faluban többet tudunk beszélgetni egymással, meg összekovácsolódni, mert tényleg nem volt az, hogy ki hova megy, mert nem lehetett sehova menni. Uh-huh. Úgyhogy nekem mindenképpen ez egy pozitív olimpia volt, meg hát jobban örülök persze, hogy így a Covid miatt meg lett tartva, mint hogy halasztották is, de meg volt, mint hogy eltörölték volna teljesen. Okay, no, hát nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk, és akkor hát nincs más hátra, mint hogy nagyon boldog karácsonyt kívánjunk neked, és akkor, hát hogyha jól hallottam, akkor még van azért egy kis ajándékcsomagolás, akkor ahhoz még akkor kitartást, és akkor hát tényleg... Kellemes ünnepeket, jó éneklést! Köszönöm szépen! És akkor hát ez az életed első munkája pedig, vagy munkahelye pedig legyen akkor olyan, ami ennek szeretnéd, és ezekben is találd meg a sikereket, és téled meg jól ezt. Még egyszer köszönjük szépen, hogy köszönöm. Itt voltál velünk. Hello! Minden jót, hello! Ciao. Csárosan Laurát hallottuk. Egyébként ez, oké, hogy most ez egy alapvetően karácsonyi dolog, de hogy ez mennyire durva lehet, nem? Tehát, hogy életedben először dolgozol rá, de soha full akkorát váltasz, mint a húzat. Tehát, hogy egy olyan, hogy egyfolytában mész, meg sportolsz, egy ilyen 8 órás ülősre. Fú, én nem tudom, meddig fogja tudni. Én magamról tudom, hogy tehát mivel hogy nem így szocializálódtam én sem, a napi 8 órás munkát nem tudom. A napi 8-as ülőmunkát. Többet dolgozok szerintem napi 8-nál, de hogy nem ülök egy helybe, mert azt én nem tudom. Tehát, hogy én vagy megyek valahova, vagy ott azt intézem, onnan megyek, ott dolgozok egy 2 órát, ottan váltok, már csinálom a másikat. Uh-huh. Tehát, hogy ez a menés, ezt nem tudom, hogy ezt ő hogy fogja tudni. Mármint ezt a folyamatos ülőmunkát. Hát figyelj, reméljük, van, akinek megy a váltás, akinek kevésbé, hát bízunk benne, hogy neki menni fog. Mi is megyünk tovább, és hát most mi is erőset váltunk, vagy éleset váltunk, bárcsak, hogyha úgy nézzük, akkor csak a titulus szempontjából váltunk éleset. Kovács Tamás gazdasági alpolgármestert fogjuk felhívni, de hát Tamásból kiindulva szerintem ez a beszélgetés is egy ugyanolyan könnyed és jó hangulatú beszélgetés lesz, mint az eddigiek. Tamás nagyon fiatal, hogyha esetleg van olyan hallgatónk, aki nem tudná, hogy ki ő, vagy nem találkozott vele, hiszen idén nevezték ki gazdasági alpolgármesternek, úgyhogy szerintem vele is egy jót fogunk tudni beszélgetni. Már hívjuk is, és akkor megkérdezzük arról, hogy nála hogyan zajlik és a karácsony. Megy a karácsonyzene. Ez a Jingle Bells, hogyha valakinek is ez nem hozzá meg. Ugye? Csak nem énekelnek benne. Sose gondoltam volna. Hát, van, tudok segítek, ha egyszer. Kovács Tamás. Hello, szia Tamás. Szeged gazdasági alpolgármestere a vonalban.
Itt a Gedzó, Kovács M. Norbert, és hát Gedzó készült neked is, mint minden hallgatónak eddig, ilyen csodálatos karácsonyi zenével, azért ezt majd kicsit lejjebb vesszük. Éppen mondtam a hallgatóknak, hogy eddig ilyen nagyon könnyed, jó hangulatú, mondjuk az, hogy fiatalos hangulatú beszélgetések voltak, és hát amikor az ember azt mondja, hogy felhívjuk Szeged gazdasági alpolgármesterét, akkor azért egy picit úgy érzi a hallgató talán, hogy éres a váltás, de hát mondtam most itt a hallgatóknak, hogy ha talán van valaki, aki még nem tudja, vagy nem találkozott veled, akkor azért róla elmondhat, hogy egy fiatal ember vagy, úgyhogy szerintem tudjuk folytatni ugyanebben az ilyen könnyed hangvételben. Neked hogyan telnek most így a karácsonyi napok? Te hogyan állsz most a karácsonnyal? Ebben a pillanatban mi zajlik éppen még az ajándékvásárlás, vagy már minden megvan, vagy csomagolás, vagy főzés? Befaragtad a fát a talpába? Igen, szóval, ti hol tartotok? Te hol tartasz most ebben a karácsonyi történetben? Igen, először is én is érzem a jó hangulatot, ami a stúdióban van, úgyhogy igyekszem ezzel a meleg hangvétellel folytatni. Én is sok szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit, meg mindenki, aki hallgatja az adást, sziasztok. Igen, hát vége a hétnek, mármint a munkahét részének. Mi is készülünk az ünnepekre, hangolódunk egy kis klasszikus zenével, ami már mindenkinek szerintem a fülébe benne van, meg az elmúlt hetekben mindenhol lehetett hallani. Feleségemmel, gyerekemmel megvolt a bevásárlás, egy-két dologtól eltekintve ilyen friss áru, amit még holnap szeretnénk beszerezni a piacon, pótolni, azon kívül már egészen jól állunk, és akkor nyilván a szenteste az teljesen családi légkörben meghitt hangulatba, és aztán holnap utántól beindulnak a körkörös családi látogatások, úgyhogy a beiglizés, a halászlévés és a különböző töltött húsokat szerintem mi sem fogjuk tudni elkerülni. És akkor ti akkor annyira szűk családban, hogy akkor a feleséged meg a gyerek, tehát meg te így hárman vagytok szenteste? Igen, szenteste már régóta így szokás, én is ebben nőttem bele, szüleim is így neveltek, hogy a legszűkebb családi kör, és akkor utána kicsit kinyitjuk a tágabb családi körnek, tehát első napján én megyek testvéremékhez, viszem át szüleimet, és akkor ott tartunk egy nagy kajálást, utána pedig Kecskemétre jönnek feleségemnek a szülei, meg az ő testvérei, és akkor ott meg mi leszünk a vendéglátók. Igen, szokták ezt mondani, hogy milyen jó a karácsony, amikor ilyenkor az ember nem csinál semmit, de hát ugye én ugyanezt, amit te most így körülbelül elmondtál, én ugyanebben voltam még fiatalabb koromban, ugyanez volt, hogy mentünk, mint a mérgezett egér, és így tényleg az volt, hogy utána kellett egy 3-4 nap, hogy az ember kipihenje a karácsonyt. Hát most erre azért kevesebb idő meg lehetőség lesz. Hát az biztos, igen. Igaz, hogy a két ünnep között igazgatási szünet van a Városházán, de azért az élet nem áll, meg én már betárasztam rendesen háttéranyagokkal, meg céges intézményi beszerzési igényekkel, úgyhogy én dolgozni fogok folyamatosan, ugye most készülünk elő a jövő évi költségvetésre, ami hát azért nem lesz könnyű, de igyekszünk úgy összerakni, hogy azért egy stabil gazdálkodást tudjunk a jövő évben is magunk mögött. És hát itt főleg a szociális helyzet az, amire nagyon koncentrálunk, ugye szeretnénk, hogy azért sok embert megviselt a járvány, van olyan, aki elveszítette a családtagját vagy szerettét, és hát most igazán szükség van arra, hogy szolidaritást vállaljunk, és hát polgármesterrel, meg képviselőtestülettel is abban azért nagyon egyetértettünk, hogy ebben az időszakban nem szabad elengedni a szociális kiadásokat. Annak ellenére, hogy a évről évre a kormány visszavagdossa a költségvetési forrásainkat, azért mi nem csökkentettük egy filléres a szociális kiadásokat, tehát ugyanúgy zajlanak ezek a programok, most is a téli időszakban több száz gyereknek adunk meleg ételt, karácsonyra tűzifát osztottunk, tehát én is még a mai nap, ha megnézitek az oldalamat, akkor láthatjátok, hogy ajándékcsomagokkal kedveskedtünk a rászoruló családokkal, Rotarival, Toledo testvérvárossal közösen, tehát azért nem állt meg az élet, és nem is fog, úgyhogy a város az döbörök tovább megynek a közszolgáltatások. Te mennyire éred azt a karácsonyt, mert azt láttam Facebookon, hogy Mikulásnak azért otthon beöltöztél. Tehát, hogy... Igen. Hát azért sokan tudják rólam, hogy van egy kisfiam, ugye tavaly májusban született, tehát ő már másfél éves, a második karácsonyunk lesz, úgyhogy már nagyon várja Jézuskát. Nagyon szeretné szerintem az ajándékát bontogatni, még mi se tudjuk, hogy pontosan mi lesz. Meg hát azért már kétszer járt nálunk a Mikulás, nagyon megdicsérte őt, mert azért folyamatosan sokat tanul, ismerkedik a világgal, és hát a Tisza virágúszodába is rendszeresen heti kétszer jár babaúszásra, úgyhogy szerintem
szerintem el lehet mondani, hogy ő az egyik legszorgalmasabb szegedi lakos, aki a vízipólósok után a legtöbbet jár a Tisza virágba, úgyhogy nagyon élvezi az úszást, úgyhogy ezért meg is dicsérte a Mikulás. Na, azok mi a kötelező menü egyébként karácsonykor? Hát a tiszai halászlé, tehát szigorúan a szegedi változat. Aztán utána szeretünk egy fél pontyot megsütni egészbe, és akkor azt ilyen jó kis paprikás lisztbe az, az volt apum kedvence, úgyhogy azt én átvettem, mert az kikerülhetetlen volt, és azt nagyon szeretem, meg hát a töltött káposzta az minden mennyiségben, úgyhogy abból egy akkora adagot csinálunk, ami még szilveszterkor is kitart. Én akartam is kérdezni tőled. Közben elindult a nyelvválasztáson, bocsánat. Gerczos már folyamatosan, tehát ő úgy fog fel, tehát a Nacsa Norbival kezdtük a beszélgetést, ő felsorolta a világ összes ételét, és hát és szerintem Gerczos már ott olyan éhes volt, hogy felállunk innen az adás végén, és nem hogy rohan enni valahova. Bár, az elsőt fő kajádába rohanok. Szóval említett... egy hatalmas adagot csinálunk a töltött káposztából, úgyhogy ha erre fele szaladsz, akkor már lassan készen van, igaz, hogy még rotyog, de szerintem mire vége van az adásnak, az első darabokat már kicsit tüzes szájjal, de meg tudod kóstolni. Köszönöm szépen. No, szóval ugye említetted, hogy ugye, és akartam is már kérdezni, hogy neked egy nagyon pici még a gyerkőc, a kisfiad 1,5 éves, született tavaly májusban. Nyilván akkor még a tavalyi karácsony az még, ott azért még tényleg nagyon pici volt. A második karácsonya, de talán az első olyan igazi karácsony, amit már olyan kisgyerekként úgy tényleg úgy jobban fel is fog és meg is él. Nektek ez most így az ő szempontjából, meg vele hogyan alakult? Tehát ti így mit fogtok csinálni, ami kifejezetten arról szól, hogy ő még jobban és még inkább átélje a karácsonyt? Mivel tudtok neki így még jobban készülni erre az ünnepre? Hát az egyik, hogy úgy próbáljuk a vendégeket is inkább magunkhoz hívni, hogy itt a saját környezetében tudjon lenni, mert azért neki is tényleg gyerek biztosra van már régóta csinálva. A karácsonyfa díszítés az nálunk ugye közös családi hagyomány, úgyhogy feleségem az már nagyon korán elkezdte az egyes díszeknek a készítését, kiöntötte gipszből, és akkor szépen ecsettel, meg mindenféle temperával kifestették, nagyon szereti a Nándi meséket a gyerek, úgyhogy főleg ilyen autós gipszeket készítettünk, és akkor azzal földíszítjük a fát, és aztán amikor fölgyulladnak a fények alatta, akkor utána nagyon várjuk, hogy a Jézuska megtöltse az alját. Úgyhogy utána meg nyilván rengeteg játékkal, meg kergetőzéssel, meg minden, ami egy ilyen kisgyereknek még az affinitásához tartozik, azzal próbálunk neki kedveskedni, meg hát nagyon sokan meglátogatják, az egész család fölvonul ilyenkor, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy mindenki a tenyerén hordozza, mindenki körbe puszilgatja, úgyhogy szerintem... Tehát a kis főszereplő, akkor ő azért egy a karácsony. Igen. Tehát a rúst azt majd törölgetni kell az alpáról rendesen. No, és akkor szilveszterrel mi a helyzet? Hát most ugye van közte egy komplett munkahét, és bár ugye mondtad, hogy a Városházán nem, de te azért dolgozol otthon, meg csinálod a dolgodat, de a szilveszter az hogyan alakul? Nyilván egy kisgyerekkel egészen más, vele együtt fogtok szilveszterezni, vagy esetleg ő mamánál, nagyszülőknél tölti a szilveszteret, és akkor ti el tudtok menni valahova szórakozni, vagy ez hogyan alakulnátok? Hát azt beszéltük, hogy most ez a szilveszter ilyen értelemben kimarad, egy kicsit nyugalmasabb szilvesztert tartunk, tehát a gyerek az velünk fog lenni, lehet, hogy korábban le fogjuk fektetni ilyen 10-11 óra magasságába, és akkor van egy baráti társaságunk, aki azért átjön, fogunk tudni kocintani, de nem tervezünk elmenni, ez most még nem arról szól, úgyhogy most nagyon élvezzük a gyerek társaságát. No, hát ez tök jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad nekünk, és akkor hát nagyon boldog karácsonyt kívánunk, és azért a két ünnep közötti munkát azért az tényleg úgy, bár a költségvetés nagyon fontos, de azért a családdal is tölts azért időt. Köszönjük szépen, itt volt, és boldog karácsonyt kívánunk. Nagyon szépen köszönöm én is az érdeklődést, és akkor minden jót nektek is, mindenkinek kellemes karácsony, békés hangulatban eltöltve, sok töltött káposztával, halászlével, és akivel nem találkozok, ott pedig sikeres gazdag új évet kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont szépen. Kívánjuk. Hello! Szervus, sziasztok, jó munkát, sziasztok! Jaj, ez a kajálás, te hallod. Folyamatosan. Hogy mindenkinél előfordul, haltok durva egyébként, hogy ez a halászlé sült hal, és a sült halnak 1 millió félre fajta verziója. A félbevágott, megsütve a hal. Mindig elő kell egy újabb változat. És hogyha valaki ezeket így tényleg igazán szereti, akkor tényleg nagyon jó élmény ez. Én nálam a hal az ilyen, még a mai napig ilyen,
Hát szeretem, nem szeretem történet, a halászlevet imádom, a hallal úgy vagyok, hogy mikor, hogy. Tehát én így bármikor, a... én bármikor, bármikor. És bármelyik halat, bármilyen. Bármilyen édesvízi sósütök, mindegy. Addig, amíg van. Tehát én tényleg, ez a legrosszabb egyébként benne, mert alapvetően ugye a hal egyrészt nagyon egészséges, persze. Másrészt meg így lehet is enni belőle, tehát hogy nem az van, hogy így megdübbent, mint egy töltött káposzta, mint már egy a harmadik után már. Hát ezért van, tudod, a töltött káposzta, hogy nehogy már ne az legyen magyar ember, hogy ne legyél úttele, mint az állat, azért nem csak halat eszünk, hanem töltött káposztát is. Jó, Istenem. Na, telefonáljunk. No, hát, hogyha már így Tamás elmondta, hogy milyen kisgyerekkel karácsonyozni, akkor szerintem adja magát, hogy felhívjuk Kis Ágnest, a Kövér Béla Bábszínház igazgató. Hát ha valaki, akkor ő biztosan tudja, hogy milyen gyerekeknek programot csinálni, és az ünnepek során is programot csinálni, úgyhogy felhívjuk őt, és megkérdezzük, hogy nála hogyan zajlik a karácsony, és esetleg mondjuk a színház életében hogyan zajlik a karácsony ilyenkor. És közben újra indult a Jingle Bells. Ez tök jó, mert most nem csak én telefonközpont zoktam, meg így DJ-zzel hát karácsony zenéket. Hát látod, hát nem persze, karácsony DJ lettél. Simán. Hello, Kis Ágnes. Hello, itt a Gettó. Szervusz. Kovácsom Norbert. Sziasztok. Hello. Óriás tapsok és csingilingi, és minden van. Gedzó ilyen karácsonyi DJ lett, és most minden hallgatónak, vagy minden vendégnek készül egy ilyen aláfestő kis karácsonyi zenével. Hát te sem maradhattál ki ebből. No, mondtam itt a hallgatóknak, hogy Kovács Tamás gazdasági alpolgármesterre beszélgettünk előtted, és hát neki van egy kisfia, és ő igazán most kezdi felfedezni a karácsonyt, másfél éves, és hát beszélgettünk arról, hogy a karácsony hogyan telik így egy családban. És hát mondtam itt a hallgatóknak, hogy hát ha valaki tudja, hogy hogyan kell jó programot csinálni a gyerekeknek, akkor azt te tudod. Nálatok hogyan zajlik a karácsony, és a színház életében hogyan zajlik a karácsony? Készültök-e ilyenkor valamire az ünnepek során? Van-e ilyenkor valami? Tehát mondjuk érdemes-e a Kövér Béla Bábszínházat ilyenkor keresni, hogyha valaki mondjuk a gyerkőcnek szeretne programot csinálni karácsonyra, vagy karácsony környékén? Hú, de szépen. Ó, igen, mindenképpen. Egész decemberben volt egy óriás projektünk, az volt a címe, hogy a Nagy Hógolyó Projekt. Azért csináltuk, mert minden bábszínházban fel van építve egy Mikulás kockó, vagy Mikulás háza, vagy Mikulás szobája, és szerintem ez nagyon unalmas, mert egyrészt gyakorlatilag tényleg csak Mikulásig tart az az időintervallum, ami tényleg rá vonatkozik, legalábbis itt Magyarországon így datáljuk ezt az ünnepi időszakot a Mikuláshoz, tehát utána már karácsonyig én nem érzem annyira, nem is tudom, igazságnak azt, hogy a Mikulás kuckóba menjenek be a gyerekek, és azért nincsenek valahogy igazságtartalma. És mindenképp akartunk mi is valami hasonlót, ahol találkozunk a gyerekekkel, de nem Mikulás, hanem valamit, ami a télhez kapcsolódik, picit az ünnepekhez is, de mégsem teljesen karácsonyos. És nyilván a gyerekekre gondolva a hógolyózás, a hóemberépítés, az egy nagyon-nagyon erős hívó gondolat volt, úgyhogy csináltunk egy ilyen projektet, egy kamaratermi berendezett térről van szó, két angyal egy angyali játszótérbe vezeti be a szájtáti nézőket, volt, hogy ovis csoportok jöttek, volt, hogy iskolások, volt, hogy családok, és gyakorlatilag ezen a játszótéren vannak végigvezetve az emberek, árnyátékozhatnak, hógolyókkal amőbázhatnak, és nyilván a végén egy óriás hógolyó csatába is kulminálódik az egész játék, csillaglépés van, és mindenféle őrület, és nyilván azért, mivel bábszínház vagyunk, próbáltunk egy olyan programelemet is berakni, ami nem egyszerűen csak egy interaktív játék, hanem a báb műfajához kapcsolódó dolog, egy élmény, közös élményjáték, és hát a fehérségre, a hóra reflektálva mindenképp az árnyjáték jutott eszünkbe, úgyhogy egy árnyjátékos mesét hallgatnak, nézhetnek meg ott a nézők, illetve játszhattak. Az egész mostanáig volt, tehát karácsony kezdetéig, ezt most lezártuk, ezt a hógolyó projektet, de a két ünnep között 26, 27, 28-án naponta kétszer a Kisboszorkány című előadásunk lesz látható a színpadon, a nagy színpadon. Azért raktuk be ezt az előadást, mert ez abszolút családi program. Szóval én azt gondolom, a nagyszülők épp úgy élvezik, mint a gyerekek, hihetetlenül szegedi a történet, mert a szegedi boszorkány szigeten is játszódik, egy kicsi szegedi boszorkányról játszódik, vagy arról szól maga ez az előadás, és alapvetően végigjárja az évszakokat is, és hát bizony télen is láthatjuk a kisboszorkányt, aki ugyancsak hógolyozik, ugyanúgy, mint a gyerekek majd a hógolyó projektbe. Úgyhogy így készül a Bábszínház. Különben mindannyian meg is ajándékoztuk egymást ezt
bevezettük ezt a kis szokást, amikor átvettük a színházat, mindig húzunk egy nevet, és akinek a nevét húzzuk, azt megajándékozzuk, és mindig kíváncsian várjuk, hogy mi kitől kapunk egy kis meglepetést, úgyhogy ez egy ilyen kis belső ünnep. Van a színházban ilyenkor saját kis karácsonyfánk is, amit a nézők nem láthatnak, ez tényleg csak a miénk, és itt szoktuk ezt így körülülni, kicsit beszélgetni, stb. Illetve a két ünnep között be fog menni az egész társulat, és ki fogjuk próbálni csak mi a Hógolyó projektet. Tehát az összes dolgozott takarítótól a gazdasági vezetőig mindenki be fog menni, és végig hógolyozni. Na, ezt akartam mondani, ezt akartam mondani, hogy nekem így hát felnőtt, de ezt rakjuk idézőjelbe, felnőtt feje, így én, nekem így kedvem lett volna ezt kipróbálni. Tehát ugye miért nincs nagyoknak is? De lehet, ez nagyoknak is volt, ez családoknak, akár jöhettek volna. Jó, csak én milyen hülyén nézek ki, most oda megyek egyedül. Gyerek nélkül. Azt egy csomó gyereket lehógolózok. Kibérelsz egy gyereket erre? Akár azt is lehet, de hozzátenném, a báb az egy csodálatos színházi műfaj. Ugyanúgy, hogy a balett vagy az opera sem csak felnőtteknek vagy gyerekeknek való, így a báb színház sem, hiszen mi például havonta egyszer csinálunk hány éves a kapitány programsorozat címén futva egy-egy felnőtteknek szóló előadást is havonta. Most január 23-án lesz a következő, és ez azért izgalmas, mert az előadás után egy egyszál gitáros koncert is lesz. A Wonderful-a vagy Nóra Csodaországban című előadás lesz látható, és ennek a zeneszerzője Budapest Bárból is ismert Frank lesz. Oh. Úgy döntöttünk, hogy akkor Franket elhívjuk, és amikor vége az előadásnak, és átépül a tér, hirtelen ő pedig bejön a színpadra, és akkor egy koncertet még le fog játszani a közönségnek, úgyhogy erre már értékesítjük a jegyeket is, akár még utolsó pillanatban egy jó karácsony ajándék is tud lenni. Wow, nálam pedig otthon izgalmas a karácsony, mert eltörtem a kezem, úgyhogy a család takarít, főz és mindent csinál, és egy ilyen kényszerpihenően lettem. De egyébként én nagyon nagy karácsonymániás vagyok. Ha most gonosz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ezt szerintem tuti direkt csináltad, hogy neked semmit ne kelljen csinálni, de hát biztos nem így volt. És akkor, most, nem, és akkor te most tényleg otthon vagy, és csak így chill, pihenés? Tehát akkor így mindenki... Én még ma is dolgoztam, nemrég értem haza. Igen, itthon pihengetek, olvasgatok, valamennyire egy pakolászok, amennyire engedi a kezem, de tényleg most rá lettem arra kényszerít, hogy végre egy kicsit foglalkozzak magammal is, és akkor a kis családom segít a készülődésben. Azt láttam, hogy lett egy ilyen kisebb breki, vagy nem tudom mi, a gipszből kialakítva. Igen. Pont a művészeti vezetővel beszélgettünk videócsetten, és valahogy így az állam alá raktam a kezem, és egyszerűen megláttam a kamerába ezt a formát, te jó Isten, ez teljesen olyan, mint a breki, úgyhogy csináltam belőle gyorsan egy brekit, és úgy is raktam a Facebookra. Majd nyilván, ha a 29-én ezt a gipszet leszedik, akkor majd lehet, hogy csinálunk neki egy breki temetést is, nem tudom még. Ez elég pervez. És na, azt meséld el nekem, légy, vagy nekünk, hogy nálatok hogy zajlik a karácsony este, mi a menü? Mert én nekem már most a gyomrom így már most, hogy nem te vagy az első vendégünk, mindenki végig sorolta, és én vagyok olyan éhes, hogy már faladja másikat. Nálatok mi a kötelező menü? Nálunk nincs kötelező menü. Nekünk mindig az van, amihez éppen kedvünk van. Nyilván van halászlé, ez attól is függ egyébként, hogy hol vagyunk, hogyha csak itt hármasba karácsonyozunk itthon, vagy legalábbis a szentestét itthon töltjük, akkor egészen más, mint amikor elmegyünk szülőkhöz, családtagokhoz, ahol tukmálva vagyunk, mint ahogy nyilván én azt gondolom mindenkinél. Sütemény, hegyek, halászlé, kacsa, sült hal, meg mindenféle saláták, meg mindenféle dolog. Nálunk is lesz nyilván halászlé, meg minden, ami kell, de valójában nincs egy ilyen bevett szokás, mindig megbeszéljük, hogy mi lesz a menü. Igen. Most egyébként egyeztetünk is így a családtagoknál, hogy kinél mit fogunk enni, mert akkor az biztos már nem készül itthon. Úgyhogy véletlenül holnap nálunk gyöngyűkleves lesz, és egyáltalán nem lesz halas étel, mert az a többi családtagunknál lesz, úgyhogy ezt így beosztogatjuk. Valójában számunkra inkább fontos az, hogy együtt legyünk, mint sem az, hogy éppen mi az, ami kötelezően ott kell legyen az asztalon. Oké. Diós vagy Mákos Begli?
Diós. Oké. Okay. Bár a Mákosot is nagyon szeretem. Nehéz döntés, tudom én azt. De ez amúgy tök jó dolog, hogy így felméritek azt, hogy máshol mivel fogtok találkozni, csak azt nem csináltok, mert így akkor nem kerültek abba a helyzetben, mint amiben szerintem egy csomó család, hogy elkészítik a halászlevet, elkészítik a beiglit, elkészítik a töltött káposztát, majd ezt így meg a nem tudom még mindent, és akkor aztán ezt így megeszik szenteste, meg a körül, és akkor amikor elkezdődik ez a családvándorlás, akkor utána ugyanazok a helyeken ugyanazokat megeszik. Igen, de figyelj, ezt tudod, miért jó? Ez azért jó, mert ez akkor meg abból azt kell kihozni, hogy igen, ez olyan, mint egy ilyen főzőműsor. Tudod pontozni a töltött káposztákat minden. Ja, igen, hogy ki milyen töltött káposztát csinál, és azért jó, mert hogyha esetleg valakinek az ország több területéről jönnek a rokonok, akkor itt csinálják, ott úgy csinálják, ott amúgy csinálják, és akkor egy csomó fajta töltött káposztát lehet enni. Igen. Mondjuk az a családban lehet igazán izgalmas a karácsony, ahol mondjuk vannak szegedi és bajai rokonok is, és mondjuk a hallével, halászlével tudnak így egymással versenyezni, meg lehet rivalizálni, ahogy ez szokás szerint szokott lenni. Igen. Meg ugye nagy a család, tehát hogy több napig kell menni, és többször kell enni. Az azért elég húzós lehet. Igen, igazából rájöttem, hogy valójában ezt mi karácsonyi adásnak hívjuk, de ez igazából ilyen gasztroadás, vagy ilyen, nem tudom, ilyen kajaadás, mert lényegében egyfolytában ételekről beszélgetünk mindenkivel. No, és hát, hogyha túl vagyunk a karácsonynak, akkor nálatok a szilveszter az így hogyan telik? Vagy nektek így van valami különleges? Készültek valamivel? Lesz bulizás, vagy mi a tervátok? A bábszínhez nem fog készülni, akkor egy picit pihenni fogunk, úgyhogy mindenki megy ide-oda mulatni. Hát vannak, akik a színházon belül együtt mennek valahova, de alapvetően a színházban nem szoktunk csinálni. Bár gondolkodom rajta, hogy lehet, hogy jövőre egy ilyen gyerekszilvesztert meg lehetne célozni, de a Covid miatt most semmiképp nem szerettünk volna egy ilyen nagy tömegrendezvényt szervezni a bábszínházban. A Budapest Bábszínházban, például Budapesten volt, hogy koncertek voltak, mit tudom én, Kispál és a Borsz koncert szilveszterkor, meg Lárpulárt, az azt hiszem, hogy szinte minden évben van. Tehát az egy konkrét szilveszteri helyszínné tud válni a színház, de azért a nagy színház itt Szegeden betölti ezt a szerepet, azt gondolom, de gyerek szilveszter az simán bele tudna még férni jövőre, azt gondolom. Hát mi még majd meglátjuk, hogy hova megyünk, nincs eldöntve a dolog, több nyitott kérdés van, barátokkal összebeszélünk, és majd meglátjuk, hogy hogy alakul, mit hoz ki az időszak. Az is lehet, hogy itthon maradunk, az is lehet, hogy elmegyünk valahova táncolni, ez még alakul, formálódik. Viszont az már biztos, hogy akkor gipsz nem lesz a kezedben. Tessék? Már hogy akkor gipszen már nem lesz a kezedem, azt mondod, hogy 29-én. Igen, hát reméljük, hogy 29-én leveszik, akkor már nem kell újra gipszálni. Igen, ez már a második gipsz különben. Ez törés volt, vagy mi volt ez egyébként? Igen, ez egy törés volt. Hát kicsit fáradt vagyok már szerintem, és rosszul emeltem a lábam, és elcsúsztam a lépcsőn, ahogy bementem dolgozni, és tele volt a kezem táskákkal, mindennel, és egyszer ráestem a kezemre. Úgyhogy. Hát, és előfordult, hogy ez egy harmadik gipsz is a közök szerint, tehát még nem 100%? Hát még az is lehet, de hát, bízunk benne, hogy csak. Bízunk benne, hogy nem, és hát valójában akkor a szilveszteri program szempontjából tök jó, hogy nem a lábadat törted el, hanem így a kezedben. Na ugye, mert akkor nem tudnék táncolni. Igen, mert begipszett kézzel még lehet táncolni, de begipszett lábban már nehezebb. Igen, no. De tudjátok, azért egy bábos azért a kezével is mozog, szóval végtére a kezemmel is tudok táncolni az ujjaimmal. Nincs ezzel arról videót szeretném kérni. Igen. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és akkor kellemes ünnepeket kívánunk. Nektek is, és boldog karácsony. Nektek csók. Is. Szervus. Hello, sziasztok. Na hát így. Van, aki nem fixen van halászli ügyekbe. Igen. Ez amúgy tök jó. Meg azt tudom, hogy tök jó, hogy ahhoz képest, hogy tavaly milyen adást csináltunk, ahhoz képest, és mennyi mindenkivel beszélgettünk, de folyamatosan visszatérő elem volt, hogy hát most nem lesz szórakozás, hát most nem lesz akkor is a látogatás, hát most szilveszter az teljesen nem rúgja, akkor nem is lehetett szilveszterezni, mármint hogy nyilvános helyen. És akkor a családlátogatás így visszafogva mindenkinél ilyen Skype, meg ilyesmiről beszélgettünk. Mm-hmm. Most azért tök jó hallani, hogy azt mondják az emberek, hogy elmegyünk táncolni, átjön a nagy család, ide megyünk, oda megyünk, innen jönnek, onnan jönnek. Nyilván itt van még ez a járvány, és itt ez a negyedik hullám, de azért most már itt tényleg az oltások miatt talán azt gondolom, hogy egy kicsit azért mindenki jobban mer legalább ilyen formában találkozni a családdal. Azt tudom, hogy sokan vannak, akik mondjuk egy nagy tömegben még mindig nem mernek menni, de tök jó, hogy azért ezek már lehetnek. Tényleg ezek fontos dolgok, pláne úgy, hogy tavaly azért ez elmaradt. Ja. No, és hát ha már nagy tömeg, meg szórakozás, meg táncolás, akkor szerintem adja magát, hogy így utolsóként, hát, vagy
ő a sorban az utolsó, de hát hogy szokták ezt mondani, hogy nem utolsó sorban. Olá Józsit fogjuk felhívni, Big Build. Azt hiszem a szegedi éjszakából őt mindenki jól ismeri. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem ő a jelenleg a legjobb DJ Szegeden, de hogyha ez most nyilván ízléskérés, akkor azt viszont mindenképpen objektíven kijelenthetjük, hogy ő a legnagyobb DJ Szegeden, Big Build. És hát ő nem szegedi ugyan, Tőzsgyökeres, Csongrádi, és ő nagyon büszke arra, és nagyon szereti azt a várost, de ő tényleg egy megkerülhetetlen figurája a szegedi éjszakának, és hát szerintem most már 10 éve legalább szórakoztatja a szegedieket, úgyhogy arra gondoltunk, hogy így szilveszter, karácsony kapcsán vele is beszélgetünk egy kicsit, már csak azért is, mert hát ugye halételek, egyebek, és hát a Bill nagy horgász, úgyhogy ennek kapcsán is megkérdezzük, hogy vele mi a helyzet. Karácsony ügyleg. Ide viszont már igen, egy lendületesebb. Egy lendületesebb, denszesebb dolga készíti, látom, jó van. DJ Gedzó. Techno Christmas. Vagy nem veszi fel a telefont, és végig hallgatjuk ezt a csodálatos, igen, rettenetes nótát. Lehet elment horgászni. Ami akkor halak se dolgoznak karácsony. Ja, azok is karácsonyoznak a halak. A Bill zivat minket szerintem, figyelj. Lehet. Lehet, már elment valahol DJ-zni. Az is lehet, hogy simán benne van a sztoriban. Vagy mászik. Még azt is el tudom képzelni róla. Hát próbálkozunk még. Tudja, hogy hívjuk. Vagy hogy keressük. Megbeszéltük. Visszajelezte. Mondtam neki hány óra volt. Na jó, lehúzom ezt a rettenetes Techno Jingle Bass-t. Techno Jingle Bass-t, hát igen. Jingle Bass Club Remix. Atya úristen. Nem, ezt igazából a Yellow megcsinálta, tehát ez mi a... Nem, az kinyomtad? A... Még nem. Még csörög. Még próbálkozok a Bill-el. Szerintem most lerakom. És akkor szerintem adjunk még neki egy kört, addig mondd, hogy nálad mi a helyzet. Tehát, hogy nálunk borzalmas lesz, már látom. Tehát, hogy én fölírtam magamnak ezt. Igen, mert fölírtam magamnak ezt a szalvusz gyógyvizet, amit a Nacsa Norbert mondott, mert hogy szerintem lehet, hogy ezt így még a hónap délelőtt ezt beszerzem. Rákaptál. Mert hogy az történik, ami eddig nem volt még. Rá példa, az történik, hogy kedves anyósom és apósom érkezik majd hozzánk, és édesanyámiknál fogunk enni. Na most hivatalosan ők leegyeztették, hogy ki mit fog majd főzni. Azt tudni kell, hogy édesanyám is, meg anyósom is rettenetesen jól főz, meg süt, meg kitalálnak olyan dolgokat, ez volt nekem is a bajom. Úgyhogy most valószínű, hogy holnapi vacsorára érkezünk majd, és hát nem gondolnám, hogy 25-26-27-28-án nem lenne mit ennünk, tehát hogy ilyenkor tényleg bődületes, tehát hogy nem ilyenkor kell kezdeni fogyókúrázni. Az a durva egyébként, hogy egy csomó olyan kaja van, amit csak ilyenkor eszünk ki, mint a tőzött káposzta, hogy azt úgy nem csinál az ember máskor. Hát nem. Valahogy ilyenkor van ideje. Ugyanez a mákos guba. Ne, hát még a beiglit még hagyján, de mert az klasszik ilyen karácsony, tényleg az is, mert hogy ezt nem nagyon eszel augusztus 20-án, de hogy így nem tudom, szerintem nekem a mákos guba az, ami ilyen a világ legegyszerűbb kajája, mert igen, hogy tej, kifli, meg mák, tehát hogy Isten igazából ennél egyszerűbb fajék, egyszerűség dolgot nehezen lehet, de hogy ezt nem nagyon lehetne évközben enni, és akkor ilyenkor szoktam én lélára zabálni magamat mákos gubából. De hát ilyenkor megy a halászlé, sűt hal, tehát ez a halas sztorik, ezeket egyébként is nálunk sűrűn eszünk halat. Úgyhogy ez is így bejön, viszont már most lassan mondhatom, hogy ez is most már hagyomány, hogy tényleg olyan karácsonyi ajándék átadás vagy van, amit meg tudsz enni, inni. Tehát ilyen tea, kávé, csokoládé, tehát ilyen tök egyszerű dolgok, amiket el tudsz fogyasztani. Tehát már most eljutottunk arra szintre, hogy nem veszünk a másnak kenyérsütőt, mert tök fölösleges, persze, van, meg úgyse süt kenyeret, tehát hogy ezeket a dolgokat már lengettük, és akkor inkább az, hogy együtt vagyunk. Én mondtam azt egyébként, hogy egy típusú csokoládéból mindenki ugyanolyat vegyen. A nőknek tejcsokoládé, a férfiaknak egy csokoládé adunk, és akkor körbeadjuk, mindenki ugyanazt a csokoládét körbeadjuk. Tehát én adok, mit tudom én, a feleségemnek, ő is vesz ugyanazt a csokoládét, nekem adja. Tehát Isten igazán mindenkinél marad ugyanaz a csokoládé, csak mindenki kicserélitek. Így van, kicserégetjük, és akkor leülünk, és akkor tudunk beszélgetni meg.
meg aztán kajálni. Ez nem két, tudom, melyik... két kajálást közt megszakítjuk egy kis beszélgetéssel. Nem tudom, melyik stand-uposnak volt ez a poénja, illetve Bödőcsnek, hogy Magyarországon lényegében 20 doboz konyak megy van az egész országban. Csak azt adja körbe mindenki, mert azt senki nem eszi meg, hanem megkapja, és továbbadja valaki másnak. Az a 20 kerénk az egész országban. De ez hasonló, amit te elmondtál. Hát amúgy ez tök érdekes, hogy mennyire így a kajálásról szól a karácsony így Magyarországon. Kíváncsi lennék rá egyébként, hogy mondjuk Európa más országaiban, vagy mondjuk a világ más országaiban, ahol ünneplik a karácsonyt, ott mondjuk mennyire kajaközpontú ez a történet. Hát én feltételezem az Egyesült Államokban, hogy hát azt úgy nagyjából sejtem, hogy ott azért erősen. Hát azt gondolom a pulyka, ha játszik. Nem? Igen, már hát az a hálódásnak náluk. Igen. De hogy ott azért valószínűleg az a kajaközpont erősen megvan, de hogy mondjuk, nem tudom, Brazíliában milyen lehet mondjuk a karácsony ilyen szempontból, arra mondjuk azért kíváncsi lennék, hogy mennyire kajaközpontuk ez a dolog. Érdekes ez, de ha már kaja, ti mit szoktatok inni karácsonykor? Bor, vagy ilyen rövid italok? Hát vagy... inkább bor, de hogy így előtte egy valami pálinka, tehát egy pálinka azért azt megoldjuk, legyen gyomornak működésének kedve. Persze, tudod, van savam, nincs savam. Ha nincs, akkor azért, ha van, akkor azért. Így. Úgyhogy egy pálinka, és akkor utána, hát leginkább ilyen fröccsözés ez. Tehát, ez inkább ilyen bor, vagy ilyen tényleg ez csak valami zónázás, mert hát addigra már, tehát hogy örülsz, hogy vizet tudsz esetleg. Hajjaj, ezért kérdeztem. Mert nem nagyon fér sehova. Igen, tehát, igen. Igen. Már nem nagyon. Tök érdekes, mert van. Meg nem tudnám, nem tudom képzelni azt, hogy megiszok egy sört. Igen, ezt akartam mondani, hogy sör az... Szétúrannak belem ott abban a pillanatban. Esélytelen. Tehát valahogy így nem is jut az emberek az eszébe, mondjuk nekem egyáltalán nem jut eszembe sört inni mondjuk télen. Tehát valahogy ez így nekem, van ez a, amikor bejön ez a téli időszak, akkor nekem ugye a sör az így eltűnik így a repertoárból, és télen szerintem így, hogyha az ember így alkoholt iszik, akkor bor, vagy nem tudom. És nálam ez is megvan egy ideje, hogy így évszak szerint, hogy vörösbor, télen inkább, meg általában vörösbor. Most mondjuk én már általában, ha iszok alkoholt és bort iszok, akkor vörösbort iszok. De hogy ez úgy szerintem megvan, hogy nem inkább nyáron, akkor inkább rozé, meg fehérborok, stb. Télen ezért jobban adja magát a vörösbor. De tök érdekes, hogy nekem most egyre több ismerősöm van, aki mondja, hogy otthon elkezdenek főzni forradbort. És csinálják otthon a forradbort maguknak. És ez egy készül. És nyilván szerintem annak is lehet a köszönhető, hogy egészen elképesztő forradbor árak van. Annak. Tehát így megnézi az ember így az elmúlt években, hova ment, nyilván mindennek az ára, hogy hova ment föl mondjuk a forradból ár, az valami döbbenetes, tehát ilyen mélyen a zsebbe kell nyúlni, hogy mondjuk kimegy 3-4 ember, és azt mondja, hogy jó, akkor megiszunk, nem tudom, 5-en vagyunk, megiszunk 5x3 deci forrad bort, hát ott hagysz, nem tudom, 10 000 forintot, vagy tehát jó, annyit nem, de mondjuk egy 8-7-8-at, tényleg. Tehát egészen elképesztő, és hát most hallom egyre többektől, hogy otthon maguknak főzik, és nem ezt a béna ilyen poros, akármit, hanem rendesen elkezdik, megfőzik, beleteszik a megfelelő dolgokat, a szegfű, a nem tudom, és elkészítik, és akkor ez most egy ilyen újabb, legalábbis én azt tapasztalom, egy újabb ilyen trend, hogy akkor forradból. Az mondjuk egy ilyen lájtosabb alkohol történet, mert nyilván nagyjából az alkohol nagy részét kifőzik belőle, tehát ez egy ilyen visszafogottabb történet, de azt meg mondjuk azért nem iszott szerintem olyan nagy mennyiségben, mert az meg ugye édes, meg mizé, és attól meg azért vagy már, amikor sok minden van benne, tehát, már a begli, már a szaloncukor, már nem tudom, utána még azért még édes bort inni, vagy nem tudom, forradbot, az meg már azért nem. Igen. Érdekes ez, de hát a magyar ember megoldja, szerintem ilyenkor van az, hogy akkor még egy pálinkát, és akkor kész. Azt szétcsapatjuk ezeket. Igen, klasszik. Próbáljuk meg még Mr. Big Bill-t fölhívni. Valahova eltűnt, tehát hogy egyszer már eltűnt, aztán előkerült, aztán akkor megbeszéltük vele, és akkor most én azt gondoltam, hogy ilyen kéztördelve ül a telefon mellett, és várj, hogy hívjunk, de ezek szerint nem lehet, hogy adott valami jó horgász lehetőség, és elszabad horgászni. Megpróbáljuk újra felhívni. Na jó, nézzük meg akkor ezt most már engem is. Drága Bill, vedd fel a telefont, kérlek. Várj, közben keresünk egy másik valami ilyen zenét. Big Bill alá, már hogyha természetesen főszi. Ha ez már nem olyan technós. Ez már csak ilyen zóna. Most már nem érdemli meg a Bill, ha elsőre nem vette fel. Szerintem a Bill szívad elsőre, hát elmondhatjuk a hallgatóknak, ő volt az, akit először nem sikerült felhívjunk, tehát vele kezdtük volna az adást, de nem jött össze. Drága Bill. Mi ez? Ó, de szép ez. Korszerűnek hívják ezt. Korszerű. Hát Bill nem akarja felhívni. Nem. A izé mondta ezt. Nagyon vicces volt, amikor a
szőréspulek elkezdte csinálni annak egy 10-12 éve ezeket az őrült videóit, és akkor volt ez, hogy a lovasi ment hozzájuk, hogy könyörögjön azért, hogy együtt csinálnak valamit, és akkor így szólt a dubstep az ilyen full fapados stúdióba, korszerű. És benne csak, ez menő, dubstep, korszerű. Ez nagyon jó. Na hát jó, úgy látszik, hogy Olá Józsi Big Bill-t sajnos el kell engedjük. Ő most így nem sikerült, őt most elérjük. Hát lehet, hogy szilveszter kapcsán felhívjuk, és megkérdezzük, hogy hol hogy miért nem vette fő karácsonykor. Hol, miért nem vette fő karácsonykor, és hogy hol zenél szilveszterkor, mert hogy még idén egyszer jövünk, és akkor így kitalálunk valami őrült szilveszteri adást, vagy ha nem is annyira őrültet, de megbeszéljük azt, hogy hogyan telt az idei év. Tavaly ugye nem volt szilveszteri adásunk, hanem egy ilyen erősen álmos január másodikai adást sikerült csináljunk, és emlékszel, akkor így mi ketten beszélgettünk, de szerintem még akkor sem voltunk teljesen magunknál, mert ez a tavalyi szilveszter, ez ilyen létezett is, meg nem létezett is, és szerintem mindenki kicsit álmos volt, meg hamarabb lefeküdt, mint gondolta aludni, és szerintem így átaludt a hétvégét mindenki, és szerintem bejöttünk ide ásítozni. Hát most ennél szerintem egyel vidámabb történet lesz, vagy pörgősebb, mert hogy hát egy szilveszteri adás. Készülünk, ugye pont szilveszter napjára esik a következő Szeged Podcast. Nem tudom, hogy mi lesz. Lehet, hogy Genzo fog végig DJ-zni ilyen rettenetes zenéket. De ha nem, akkor majd még kitaláljuk, hogy mi lesz. Legyen ez meglepetés. Részben még számunkra is az. Vannak elképzeléseink, de nem lőjük le előre, hogy mi lesz. Viszont mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánunk. És hát köszönjük, hogy meghallgattatok ezt az adást, és hát, kedves Bill, boldog karácsony neked is. Kár, hogy nem voltál itt. Még egyszer hallgatódnak. Nagyon boldog karácsony. Köszönöm mindenkinek, kellemes ünnepeket. Sziasztok. Hello.